Sziasztok! A Zoom szériának a bemutatásának az utolsó előtti videójában vagyunk, de az utolsó abban az esetben, hogy egy konkrét terméket, a Zoom AM7-et mutattam be, és ezután fog jönni egy összefoglaló videó, ahol átbeszéljük, hogy kinek melyik való. Mit kell tudni az AM7-ről? Ez egy USB-C-s csatlakozós kis mikrofon, kettő mikrofon van benne, egy XY mikrofon típus, de megspékelve néhány dologgal, amit Android telefonokhoz, amiknek USB-C csatlakozása van, illetve az ugyanúgy usb c csatlakozású iPad-ekhez lehet csatlakoztathatni, és felvehetünk csak hangot, vagy akár videózáshoz is használhatjuk, abban az esetben, hogyha szeretnénk a hangfelvételünket a következő szintre vinni, át fogjuk beszélni azt, hogy milyen funkciói vannak, milyen appokkal lehet használni, összehasonlítjuk a nagyon pro sure SM7B-s hangjával, úgyhogy most gyorsan átváltok egy kicsikét egy ilyen spoilerként, hogy így hangzik az AM7, egy kicsikét a sure SM7B alatt található, de erről majd még beszélünk, és hogy ez kinek való. Mielőtt mindezt elkezdjük, Jöjjön az intro! Disclaimer, mielőtt átbeszéljük a funkciókat, hogy a Zoom elküldte nekem ezeket az eszközöket, viszont semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy én hogy fogom ezt bemutatni, mit mondok el róla. Jó. Ugye a Zoom arról híres, hogy nagyon magas minőségű audio eszközöket csinál, ilyen például a H2-en vagy a H1-en, ami a legközelebb áll ahhoz, hogyha nem egy okos telefonhoz rögzített eszköz szeretnénk használni. Tehát valahol ez az ő konkurenciája. Ott van a H4N Pro Black, amit 2020-ban frissítettek, és már XLR portja van, vagy az érintőképernyővel rendelkező Transformers, a H8 nyilván óriási árkülönbségekről beszélünk. Mi az, amiért mondjuk az am hetet választjuk az alábbiakkal szemben? Hát nyilván az, hogyha nincsen szükségünk például XLR portokra, akkor maradhatunk akár egy H1-en vagy h 2 n szintnél, de minek vigyünk magunkkal egy extra eszközt, hogyha szinte ugyanazt a hangminőséget, főleg, hogyha digitálisba töltjük fel, az okos eszközünkkel is meg tudjuk tenni ezzel a kis kiegészítővel, mert én egyre többször érzem azt magamon, hogy inkább az okos telefonomhoz nyúlok, nem viszem magammal a sok-sok eszközömet, és főleg, hogyha mondjuk Instagramra, vagy vagy Facebookra valamit feltöltök, úgy sem fog a kompresszálás, amiért a platform ugye csökkenti a fájnak a minőségét, által átjönni feltétlen az a hang vagy képbeli különbség. Oké. Okay. De hogy alkalmas -e erre az AM7, ahhoz beszéljük át a funkciókat. Ugye mondtam, hogy kettő darab mikrofon van benne, amit 90 és 120 fok között manuálisan állítgathatunk, és eldönthetjük, hogy milyen felvételi módokat szeretnénk vele használni. Magán az eszközön van két nagyon hasznos dolog, egy, amivel a hangerőfe, a felvételnek a hangerejét állíthatjuk, ezt génynek nevezik, és erre egy három, lépéses LED intigátor jelzés, hogy mikor van mondjuk píkelünk, vagy mikor van jól beállítva, de ha csinálunk egy tesztfelvételt, mielőtt a főfelvételt elkezdjük, akkor is láthatjuk, hogy megfelelő -e a hangszint. Emellett, ami óriási dolog, van benne egy headphone jack port. Ugye már temetjük a headphone jack portokat, semmilyen újabb telefonba szinte nincs benne ez, viszont így kapunk egy jackportot, amivel tudjuk egy fejhallgatóval, fülhallgatóval monitorozni, hogyha mit veszünk fel, hogyha ezt szeretnénk, úgyhogy már ezért is egy nagyon okos kis eszköz. A felvételi módok kapcsán Használhatjuk bármilyen audio vagy videó felvevővel, a videóhoz majd még mondok egy trükköt, de van a Zoomnak egy dedikált audio rögzítője is, amivel beállíthatunk különböző felvételi típusokat, MP3, WAV formátum, illetve mivel mozgathatjuk a kapszulákat, ha például videózni szeretnénk, akkor át is kell állítanunk a kapszulákat, és a Zoom appon belül az irányukat balról jobbra, tehát pont ellentétesbe kell tennünk, szóval ez a videózással tük, ha úgy használjuk, azt mondtam, hogy tükk. A trükk, tehát hogyha így használjuk, akkor mindenféleképpen ezt a beállítás, módosítást meg kell csinálnunk előtte, de ne felejtsük el, mert hogyha utána szeretnénk felvételeket készíteni, tehát csimán csak hangot, akkor vissza kell állítani. Olyannyira, hogy elég sokféle mód van benne, konkrétan ez a stereo két mikrofonos megoldás egy mid-side konstrukcióban van, ami azt jelenti, hogy közép és oldal, hiszen hogyha megnézzük, hogy hogy néz ki alapból, ugye ez az eszköz, az AM7, láthatjuk, hogy vannak mikrofonok, van egy mikrofon, ami felénk illetve a másik oldalunkra mutat, és van egy mikrofon, ami pedig a két oldalra. És ezt mi be tudjuk állítani amúgy a Zoom appon keresztül, hogy mennyire szeretnénk, hogy mondjuk csak minket vegyen, vagy hogyha szembe beszélgetek valakivel, vagy egy ilyen interjú szituációban, akkor hogyan vegye ezt fel, és mennyit vegyen fel az oldalról. Tehát ha szeretnénk mondjuk oldalról egy kicsikét a, a, környezetnek, ahol vagyunk, a zaja benne legyen a hangfálban, ami készül, de ne legyen túl hangos, akkor még egy ilyen 90-10-es arányt be tudunk állítani hozzá. Még pár szó az apról, nyilván tudunk benne felvenni, tudunk beállítani azt, hogy milyen minőségen tegyük fel, viszont van néhány effekt, preset, tehát be tudjuk állítani például a különböző EQ, tehát hogy milyen a mi hangunknak mi a legmegfelelőbb megállítás, bár ez már egy eléggé prószín, de tudjuk állítani a reverb is, tehát a visszhangot is, hogy hogy van. Úgyhogy nagyon jó, hogy ez az eszközhöz nem csak ugye a megszületésével járult a világhoz hozzá a Zoom, de még egy külön appot is csinált hozzá. Mielőtt átbeszéljük azt, hogy ez kinek való, nézzük meg az Audió tesztet. Ugye eddig a SOR sure SM7B, ami egy nagyon profi mikrofon, ezen beszélek, Cloudlifteren keresztül az Audient Evo 8-hoz csatlakoztattam, és a számítógépbe veszek fel egyből, ez egy nagyon durva minőség. Most átváltok a mikrofonra, már mint az AM7-nek a mikrofonára, ami kb. itt a sőr SM7B alatt van. Milyen így a hangom, illetve milyen akkor, hogyha közelemelem, és most, és most nagyjából ugyanolyan távolságban van ez a mikrofon, mint hogyha a sur SM7B-be beszélnék. Elfordítom, hogy így van-e valamilyen hangkülönbség, és most visszaváltok a sur SM7B-re, hogy érezzük, halljuk a különbséget, de ha mondjuk nem szeretnénk, hogy ez így benne legyen a videóba, ha videózunk, tudjuk akár használni, most direkt így fogom hagyni, mint hogy egy ilyen ide felszerelt shotgun mikrofon lenne, és nézzük meg, hogy így milyen a hangom, illetve átváltok megint a sur SM7B-re, hogy érezzétek hogy érezd a különbséget. Szóval kinek való ez? Azoknak, akik szeretnék, hogy a rendelkezésre álló technológiájuk a legjobb minőséget adja, de A. nem szeretnének túl sokat költeni rá, B. nem akarnak rengeteg eszközt magukkal vinni és csatlakoztatni és utólag szinkronizálni, hanem Főleg most például, hogy bejelentették az iPhone 13-at, amiben végre bekerült ugye a portré-mód videózásba, és az, amiért egy full-frame gépet használunk, hogy legyen ilyen elmosott háttér, az megcsinálhatjuk már egy telefonon is. Oké, tudom, az iPhone-ba konkrétan az AM7 nem csatlakoztatható, mert még mindig lightning portot használnak, nem értem, hogy miért, más téma, de hogy ott van a kezünkben egy annyira okos eszközt, amit mindenféle dologra használhatunk, és... Kicsit spoiler ezek az összefoglalóra, de úgy érzem, hogy ha nem egy XLR portos eszköz, hanem olyasmit, mint a H2N használnék, akkor inkább legyen egy sokkal kisebb dolog, amit a telefonomhoz tudok csatlakoztatni, és akkor az a rengeteg minden más tudás, amit a telefonom tud, egyben hasznosítható, használható ezzel az eszközzel. Valamint nyilván azok számára, akik szoktak felvenni akár podcastet, háttérzajokat, hangefekteket, a telefonukkal viszont nem szeretnének az ilyen pro szintű audio eszközökbe belemélyedni, vagy költeni rá pénzt, viszont szeretnék, hogy jobb minőségű legyen az audio, azoknak a Zoom AM7 egy tökéletes választás, nagyon jó áron. A 30 ezer forintos árával az AM7 a konkurenciához képes szerintem a legrobosztusabb, legkülönlegesebb felhasználási módokat és beállítási lehetőségeket biztosítja, úgyhogy ha ez az a szint, amit keresel, én tényleg teljes szívvel tudom ajánlani, ahhoz képes, mint egy más rögzítő, 60, 80, 100, 150 ezer forint is lehet, és plusz hozzá a mikrofonok, ez egy nagyon-nagyon jó kezdés lehet. Mit gondolsz? Inkább egy ilyennel mész és a telefonodat használod különböző felvételekre legyen szó audióról, vagy videóról, vagy ugye sokszor mondtam a Zoom szériában a hashtag future proofingot, hogy benevezel egy drágább felvevőre, aminek nyilván azért ennél jobb a mikrofonja, és már XLR portok is vannak benne, tehát hogyha jövőbe egy ilyesmi mikrofont, mint például a, a Shure SM7B szeretnél venni, vagy másik xlr mikrofonokat, akkor már ott van az eszközöd, amit amúgy a számítógép képes csatlakoztatva audio interfészként is használhatsz. Tehát valahol sokkal többet kapsz a pénzedért, bár sokkal többet is költesz. Írd le kommentbe, kíváncsi vagyok a véleményedre, illetve, mivel még nem készítettem el az összehasonlító videót, hogyha annak kapcsán van kérdésed, azt is írd le, és igyekszem megválaszolni. Ha most találkoztunk először, és tetszett a videó, lájkold, ha nem, akkor hát köszi, hogy megnézted, de azoknak, akiknek tetszett a videó, azért javaslom, hogy iratkozzanak fel, mert egyrésztről ahogy láttad most is, olyan tech review mutatok be a videózáshoz, alkotáshoz kapcsolódóan, ahol inkább nem csak a technikát beszéljük át, hanem azt is, hogy, hogy hogyan használt, kinek való, milyen előnyei vannak, tippek, trükköket osztok meg, és másrésztről van egy olyan formátum is a csatornámon, ahol elviszlek titeket konkrét forgatásokra, és bemutatom a kreatív koncepciómat, hogy hogyan építem fel a szettet, behind the scenes-ként mutatom, hogy hogy veszek fel konkrét, az editálásba is, a hangdesignba is betekintést nyerhettek, és vannak ilyen tutoriálaim is. Hogyha ezek érdekelnek, iratkozz fel. Ha ezzel nem győztelek meg, de maga a vállalkozás érdekel, ahogy ezt a karrieremet most felépítem, ehhez tudok mondani még egy érvet, ugyanis tavaly kiadta a HVG a Vál Valóra című könyvemet, amit a like alatt, amit ugye benyomtál, a leírásban meg is találsz, viszont kb. egy éve csináltam erről egy napi vlogot, ahol teljesen ingyen vlogos formátumban megnézheted, hogy az egyes fejezetekben mi a lényeg. Hogyha gondolod, azt is nézd meg, minden esetre remélem, hogy még találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!